Május 18-áig látogatható a Bőrmunkák régen és most című kamarakiállítás a Balatoni Múzeumban. Az összeállítás nagyon széles skálán mozog. A mezőgazdasági munkák, az állattartás és a ruházkodás témakörét sorakoztatták fel a rendezők. Bemutatják azt is, hogy mikkel látták el a lakosságot a szíjgyártók, tímárok, vargák, csizmadiák és cipészek. A válogatásban bőrből vagy részben abból készült eszközöket mutatnak be, úgy mint a csép, a karikás ostor vagy a fújtatós duda. Napjainkban is inspirálódnak a népi iparművészek az egykori kézművesek alkotásaiból. Dancsecs Diana bőrműves népi iparművész munkái is láthatóak, így múlt és jelen egyaránt megmutatkozik. A kiállítás Csüllög Zsófia, a Balatoni Múzeum néprajzos múzeológusának első önálló rendezésű tárlata az intézményben. Egy néprajzos kollégámmal beszélgettünk arról, hogy mennyi minden van a néprajzi raktárban itt a Balatoni Múzeumban, bőrtárgy, amit még nem láthattak a kedves látogatók, és azt gondoltam, hogy akkor épp itt az ideje megmutatni ezeket. Nagyon széles merítést tudtunk azt hiszem itt most bemutatni. A mezőgazdasági eszközöktől kezdve a pásztorművészeten át mindent láthatnak.